Nos. Pont most. Sajnos Levi most nem tudok menni partiba. Épp most indítottam el a streamet. No de. Szia Gyuszi. Meg majd mindenki másnak is, viszont akik ezt YouTube-ról nézik majd vissza, azoknak sziasztok. Meg egy ilyet, hogy... Ajna. Volt a kellő autizmus. Most éppen benne vagyok egy New Game Plus-os küldetésben, ebben szeretnék hamar végezni, és akkor utána jöhetnek a mesterdozsok. Mert ugye úgy vagyunk, hogy most már minden minimum 120 ezer, és ennyi kell a Mester Dojo-khoz. Most itt vagyok New Game Plus-ban a Szajka Magolcsis pályán, meg ahol az a hülye bika-béka, nem tudom, repülőszárnyas valami van a végén. Itt ezt gyorsan megfutom. Szia, Enci! Hoppá! Hagyja békén! Oké. Ebbe azért felrobbanhat. Elakadtál jó egybe. Hol akadtál le? Valaki rám lőtt. Ki az Isten lőtt rám? Ja, ott egy ilyesz. Na, miért a csalót átlő az oszlopokon? Futás! Nem! Ja, Istenem, miért futottam oda? Simán le kellett volna lőnöm. Nio 2, illetve Nio első lecke. Ha valaki rád lő, lőjél vissza. Ne szaladj oda, mert baj lesz. Illetve baj lehet. Hagyjál már! Most nem akarok végigmenni az egész pályán úgy, hogy izébe, rendesen. Nézd már, itt egy ilyen hülye. Nem csinált ilyet. Pusztulsz-e? Szóval, azt akartam mondani. Nézd meg, belesétálok. Pedig nem kéne, mert simán. Olyan kurva gyorsan lő, New Game Plus-on egyébként gyorsabban lőnek az ellenfelek. Ezt hozzá kell szokni. És akkor itt van egy ágyus, aki már azelőtt rám lő, hogy én látnám. Szia, Bence! Mi? Csopász! A büdös kurva életben. Ez honnan jött? A vizes trutyi cucc. Vigyél bombát! A taknyokat úgy a legegyszerűbb megölni, hogyha vagy tűzbombákat dobálsz rájuk, vagy megkened a fegyveredet tűzzel. De még a taposó akna is tüzes, és egyből fölrobbantja őket, hogyha más nincs.
Valaki nem akar postázni neked ramot? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy bárkinek ez lenne a célja. Én meg fasznak állok le itt bárkivel harcolni, érted, amikor csak simán tovább kell rohannom a shortcuthoz. Ezt mondja el nekem valaki. Hogy ne. Pillanat, üzenet. Oké. Azt mondja, hogy. Itt van a... Ne te. De minek dobálózok? Újra. Jó. Jó, nem szabad eldobálni a késeimet fölöslegesen. Ezt az egy darab emberkét, ezt le tudom verni. Ja, megmutatom a cuccaimat, mert azért azóta történt egy-két dolog, hogy én utoljára streameltem. Tehát. Egy kicsit kizöldültem. Alapvetően. Van egy ilyen kuszarigamám, ami elég sokat sebez. Most így csak úgy. Van rajta 12 darab lightning damage. Van rajta 12% grapple damage. Van rajta 13%-kal megnöveli, hogy milyen gyorsan tudjam felpakolni a villámot az emberre. Tehát ez amikor a villám effekt így aktiválódik, akkor lelassul tőle az ellenség. Aztán van egy ilyen íjam, amiben van agility damage bónusz, meg range damage, a 10%, az úgy kell, hogy a kések nagyobbat üssenek. Aztán van egy ilyen puskám, ebben is van range damage, bár agility damage bónusz nincs, úgyhogy a másikat ezt szoktam használni inkább a hátamon, hogy ez adja a cuccot. Flying katómaszkom. Hát igazából nincsen benne semmi érdekes azon felül, hogy bele örököltem egy untouch ninjutsut, és most már minden egyes darab ruhámban van untouch ninjutsu, ami azt jelenti, hogy van egész pontosan mennyi is? Ott van valahol. 49,3%, tehát majdnem 50% esély van arra, hogy amikor eldobok egy kést, akkor azt nem számolja. Tehát, hogy nem vesz le a késeim számából. Az nagyon sok az 50%. Tehát gyakorlatilag statisztikailag kétszer annyi dobókésem van, mint eddig. HCT Attila, szia Attila, és üdv a streamen. Meg így köztünk. Nem rémlik a neved, úgyhogy üdv. Maradjál itt, beszélgessél, gyere máskor is. Na, úgyhogy tök jó. Ennyivel előrébb vagyok, illetve még annyival vagyok előrébb, hogy találtam egy olyan kesztyűt, amibe volt barna színű örökölhető stat. Annyi különbség van, hogy az első részben is voltak örökölhető statok, mint például ugye ez is az Untouch Ninjutsu, ez is egy ilyen fehér színű örökölhető stat. Azért mondom, hogy fehér színű, nem a feliratot kell nézni, hanem a mellette levő ikont. A mellette levő ikon az fehér. De van, ebből az ikonból van barna, és a barna ikon az azt jelenti, hogy a benne levő statot csak úgy simán átpakolja a másikra. Nem lesz mellette ilyen öröklős cucc, nem ír felül semmit, hanem ha van üres hely a másik tárgyon, akkor csak az üres helybe berakja. Megmutatom, hogy ez miért jó. Egyrészt ez már jó, tehát most, hogy elmondtam, de nézzétek csak. Itt ott van, ahogy Master of Illusion, 6 pieces, hogy 6 darabos a set, és ott alatta volt nekem két üres hely.
Na most oda csak így beraktam egy ilyen kés erősítő cuccot, mert találtam egy ilyet. És simán oda rakta. És még mindig van egy üres helyem, amiben még egy rendes örökíthetőt is berakhatok, majd ha találok valami olyat, ami jó lesz. Úgyhogy ez nagyon fasza. YouTube-on nézel? Az is jó. Mindenhogy jó. kösz a Bitet, Bence. Na, úgyhogy minden tele van ninjutsu powerrel, meg rántás ninjutsuval, meg mindenféle szarsággal, amit csak el tudtok képzelni. Meg futási sebesség, meg minden szar. Ezek megmaradtak még mindig a régiek, ezeket majd Nyugé Plusznak a legvégén fogom lecserélni, amikor kapni fogok egy jaszakanyit, és akkor teljesen átrendezem az egész mindenemet, mert vagy ötféle szed, nem, három? Négy? Öt. Ötféle szetből fogom összerakni a buildet. Tom from Debrecen, szervusz, gondolom Tamás, úgyhogy szia. És itt egy Ikester is, úgyhogy neked is szia, mindenkinek szia. Úgyhogy itt vagyok a New Game Plus-ban, és kurva jókat sebzek, az igazság, még mindig. Meg, vagy most már, hogy így szépen fölnyomtam a buildet. Az, hogy majdnem 50% unlimited ninjutsum van, az valami elképesztő összeg ebbe a játékba. Úgyhogy gyilkoljunk meg egy boss-t, mit szóltok hozzá? Úgyis itt vagyok, Szajka magoly csinál. Fehér Tomi, na, így már tudom. Szervusz. Üdv itt. Karanténban mindenkinek van ideje streamet nézni. Otthonról dolgozás előnyei. Az Iga Armor? Ebben a játékban nem jó. Az Iga nem jó a ninjára. Menj odébb! Most már ledobálom a staminádat. Na. Amúgy igen. Egyébként szia Pisti, és igazam Pistinek, megfogod a páncélodat, és akármilyen szettben lehetsz. Tehát ha átnyomsz egy refashiont, akkor az úgy nézhet ki, ahogy te akarod. Amit én mindjárt meg is fogok tenni, csak meg kell csinálni még ezt a pályát. Bence, ha utálod a LOL-t, akkor minek játszod? Ha, ne játsszál, inkább gyerek streamet nézni. Beszéljél itt mindenféle butaságokat, ahogy szoktál. A sokkal jobb ötlet. Nem adsz nekem valamit? Te adjál valamit. Adjál ide. Azt adjál ide. Jó lesz, kösz. Na, öljük meg a gyukit. Nem a kedvenc bosszom, de meg kell gyíkolni. Nézd már, itt van egy ilyen. Te nem voltál itt! Te nem voltál itt! Hát ez meg főfelé nem dob. Szégyen! Az anyád. Nem le fog esni. Balfasz. Balfasz. Na mindegy. Oké, az lesz a terv, hogy idejövök, szétdobálom és visszamegyek a késeimért. Mert ez Jokai ködös ellenség, és ő nem fog visszajönni.
Gyere varázsló! Téged is összedobálok, csak mondom. Hogy... Csak mondom, hogy 10 darab késem van, és... Na, 10 darab kunályom van, és 6 darab 3-as dobókésem. Láttátok, hogy hány kés dobtam el? Egyetlen egy fogyott. Kurva jó! Én örülök, hogyha ha hasznodra váltak a videók. Úristen, mi ez a bit halom? De amúgy kösz. Ez miért van így? Azért van így, mert 50%-os az untouched ninjutsum. Ezzel előbb mutattam egyébként, hogy minden páncélban, ha megnézitek, van egy ilyen kis örökölhető stat, sárga színű felirattal, hogy untouched ninjutsu. 4,9%. Itt is van 4,9%. Itt is van 5,4%, itt is van 5,2, itt is van 4,6, ebben is van 4,9, ebben is van 4,9, és maga a set, amit hordok, az is ad nekem 15%-ot. Na most ezt is szépen összeadogatva, itt a speciális effektusoknál, oda viszem a kéket, itt van, látjátok, ahol a kék csúszka van középen most. Ott van, hogy untouched ninjutsu 49,8%. Szóval minden egyes eldobásnál durván 50% esélye nem használja föl a kést, amit eldobok. Ezt viszont kérem, mielőtt harcolunk. Úgyhogy alakul a build, de most vissza kell mennem. Mert most már megöltem az ellenségeket, nem fognak visszajönni, viszont a kések azok kellenek ehhez a bosshoz, mert túl sok HP-ja van. Az egyben nem egészen így van, mert az egyben nem az Unlimited Ninjutsu-ra kell rámenni nagyon, hanem arra, hogy a Living Weapon visszaadja a késeknek az 50%-át. És akkor azért jó a denevér, mert a denevért azt egyfolytában lehet spamelni, és akkor mindig feltöltődik, ami két ellenségből, elnyomod, és amikor vége a Living Weaponnek, akkor visszakaptál a késeit felét. De ugye az első részben úgy volt, hogy kétszer ennyi késed volt alapból. Tehát 21 kunáj volt, 21 shuriken, meg 15 darab 3-as kés. Itt meg van 12 shuriken, 10 kunáj, meg 6 darab 3-as kés. Úgyhogy itt muszáj arra játszani, hogy ne fogyjon el. Hogy unlimited legyen a ninjutsu. Mert különben baj van. Na, buffoljunk föl, aztán öljünk bosst. Aztán utána kimegyek a Mester Dojo-kra, csak nem akartam innen már kilépni, ha már elkezdtem. Mert fontos, hogy a New Game Plus-os pályák a main mission-öket, azokat meg kell csinálni, az összeset újra, legalább egyszer. Mert adnak Fabled Umbrasite-ot, meg Metal Working Chisel-t. Majd megmondom, hogy melyik mire jó. Ne jöjjön már le rólad az ilyen hamar. Úgy. Na, esze itt van kés. No hit. Hol vagy? Ott? Azt hiszem ott van. Szia, Témakkos! Jó, menjünk már tovább. Nem érek a szöveg. De Bence, ha azért játszol a lollal, mert túl sokat basztál el rá, akkor ez
úgy fog kinézni, hogy még többet játszol, és még többet baszol el rá. Tehát, hogy így ezt minél előbb hagyod abba, annál több pénzed marad meg. Én is ezért hagytam abba az összes létező MMORPG-t, amivel játszottam valaha is. Most tanultál Mystic Art-ot, Rolling Crown? Észrevehető a különbség? Észrevehető!